Magyarország közepén a Hortobágyi puszta jelentős ugrás Európa partvidékének szikláitól és mocsaraitól. A szárazföld belseje felé haladva Európa síkságainak és felföldjeinek ökológiája más, mégis egyformán barátságosak a különböző növények és állatok iránt. Az 5000 hektárnyi magyar pusztát védetté nyilvánították, és különleges bioszféráját egy nemzetközi szervezet, az UNESCO felügyeli. A védelem eredménye az a hatalmas mennyiségű madár, amely éves vándorlása során megpihene termékeny élőhelyen. A nyaranta 40 Celsius fölé emelkedő, télen pedig fagypont alá süllyedő hőmérséklet miatt a puszta elsősorban a fűféléknek és egyéb alacsony növésű növényeknek kedvez. Emiatt a terület alkalmasabb az állattenyésztésre, mint a gabonatermesztésre, és a gazdaság is az amerikai vadnyugathoz hasonlóan fejlődött, amelyhez a csikósok és lovak is hozzátartoznak. Közép-Európa legelői sok birkafajtát és más legelészű állatot táplálnak, és a nyáj, gulya vagy ménes egymás mellett is megél. A pusztában őshonos hosszú szarvú szürke marha egykor olyan közel állt a kipusztuláshoz, mint az észak-amerikai bölény. Fenntartása érdekében tett lépések egészséges méretűre állították vissza az állatállományt. A pusztában a nyári aszályos időszakban az ember és az állat túlélése egyaránt a kutaktól függ. A magyar pusztán a legértékesebb nyersanyag a víz.